Augusztus 4-én kezdődik az idei bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál. A háromnapos rendezvénysorozat főhelyszíne ezúttal is Bonyhád lesz. Az előkészítő munka gőzerővel hónapok óta folyik, mostanra pedig minden összeállt. Városomban augusztus első hétvégén kerül megrendezésre hagyományosan, immár 31. alkalommal a bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál, így lesz ez az idén is. Előkészítő munkák, a szervezés már hosszú hónapokkal megelőzi ezt a hétvégét, hiszen 5 országból várunk 36 fellépőt erre az eseményre. Talán ilyen sokan még soha nem jöttek el a magyarországi bonyhádi helyszínre a fesztivál alkalmából, erre különösen büszkék vagyunk. Más egy picit abban is ez a fesztivál, hogy a Székely Szövetség mellett és a város segítő közreműködése mellett idén a Magyarság Háza is főszervezőként belépett a fesztivál szervezésébe. Ez igen nagy könnyebbség számunkra, és az is nagyon fontos, hogy közel 100 önkéntes segíti a fesztivál sikeres megrendezését, úgyhogy bízom benne, hogy minden készen áll majd ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát ezen a hétvégén. A fő helyszíne a Művelődési Ház mögötti, nemrégen felújított rendezvénytér lesz. Ott már egy nappal a kezdés előtt, augusztus 3-án csütörtökön elkezdenek a szakemberek dolgozni. A parkoló lezárásra kerül, föl kell építeni azt a sátrat, ami a több száz vendéget fogadja majd az étkezések során, és a gasztró udvar kialakítása is megkezdődik. Magára a fesztivál programjaira itt Bonyhádon pénteken, illetve szombaton 4-én és 5-én kerül sor. Pénteken 16 órakor a Római Katolikus templomban ünnepi szentmisével kezdődik a fesztivál, majd 17 órakor itt a rendezvénytéren, a szabadtéri színpadon a hivatalos megnyitóval kezdetét veszi a műsor, ezt követően a folklor műsorra kerül sor. Nagyon sok népdalkör, illetve néptánc együttes lép fel. Az említett nagyon nagy jelenkezés és érdeklődés miatt már pénteken is megkezdjük a fesztivál műsorát, nem csak szombaton lehet majd látni a fellépőket, ezért már péntektől a kezdéstől várunk mindenkit szeretettel. Pénteken az érteklődők mindjárt 15 fellépő csoportot láthatnak, szombaton pedig további 21-et. Ezek már a hagyományos szombati menettánc tavalyi felvételei. Ilyenkor több száz népviseletbe öltözött hagyományőrző vonul fel Bonyhád belvárosában. Idén sem lesz ez másként. A 34. alkalommal megrendezendő bukovinai találkozások főhelyszínére ugyanis minden korábbinál több, 5 ország 36 csoportja fogadta el a meghívást. Szombaton délután 16 órakor idén a Perccel Kúriától kezdődik a menettánc, és tart egészen ide a rendezvény színhelyéig. És ezt követően folytatódik ugyanúgy a fesztivál műsora egészen késő éjszakáig, hiszen nagyon ritkán tartják be a fellépő csoportok azokat az időpontokat, amit szabunk a fellépések során. Nem is lehet ezt szigorúan elvárni, hogy mindenki néhány percben mutassa be azt, amire egész évben készült, hogy a nagy közönségnek bemutathassa a tudását. Nagyon várjuk az eseményt, nagyon régóta dolgozunk rajta, nagyon sokan. A vendégeket a folklór műsorok mellett szabadtéri kiállítások, a gyerekeket pedig népi játszóház várja majd, és természetesen gasztroélményekkel is készülnek Bonyhádon. Minden egyes fesztivál, a gasztrokulturális élmények is fontosak. Itt is egy olyan széles kínálattal készülünk, ami remélem, hogy mindenkinek az elégedettségére fog szolgálni. Mindenki megkóstolhatja a hagyományos ízeket, a bukovinai székely hagyományos ízeket, hiszen a Kisdorogi Egyesületnek köszönhetően idén is lesz olyan gasztrosátor, ahol ezekben a hagyományos ételekben, például a máli bele lehet kóstolni, de természetesen minden más rendelkezésre fog állni. Én azt gondolom, hogy minden összeállt a sikeres fesztiválnak a megrendezésére, várunk mindenkit szeretettel. A 34. bukovinai találkozások, tehát augusztus 4-e és 6-a között zajlik majd. A hazai rendezvények főhelyszíne pénteken és szombaton, ezúttal is a Völcsék fővárosa Bonyhád lesz. A kísérő rendezvényekre pedig vasárnap a szomszédolás keretében kerül sor. Akkor 8 település várja majd a vendégeket. A programsorozathoz idén Bátaszék, Bonyhád-Varasd, Cikó, Gara, Kakasd, Kégy, Somberek és Tevel is csatlakozott.